Jó reggelt, Vietnám, szavaztok papikáj, megpróbálok nagyon gyors lenni. Igazából arról szól ez a videó, hogy nagyon sokan kérdeztétek, hogy hogy lehetne csatlakozni az Ajanos klánunkhoz, és hogy lehetne együtt játszani, hogy lehetne beszélgetni együtt, meg mindenféle dolgot, erről fog szólni ez a videó, ami nem lesz egy túl hosszú, mert nem olyan bonyolult. Na, az a lényeg ugye, hogyha Deira szerverem vagy, és szeretnél csatlakozni a klánunkhoz, akkor a legegyszerűbb módja ennek, hogyha nyomsz egy shiftet és egy G-t, és akkor előjön egy ilyen menü, ahol lehet keresni új a klánok között, és beütöd azt, hogy Red Army, és Enter. Ugye látható, hogy itt végig nagybetűvel Red Army, a légió neve, ugye a leader, az én vagyok, SWAT, és igazából ennyi. Ebbe a klánba tudtok csatlakozni, ugye rákattoltok, és akkor van egy, lesz egy olyan, hogy Join, ami most nekem nem világít, mert benne vagyok természetesen a klánba. Utána esetleg, hogyha már benne vagytok, akkor G-vel meg tudjátok nézni, hogy éppen ki van benne a klánba. És ugye, ha világít a neve, akkor azt jelenti, hogy online, hogyha nem világít a neve, akkor azt jelenti, hogy offline a karakter. Ezen kívül még amit el akartam mondani, hogy ugye, ha írni akartok per L, és ha így írtok, látjátok, így már zölden írja, akkor csak a klántársaitok, tehát a légió társaitok látják. Magyarul, hogyha valakik vannak online, akkor ugye nem is kell, hogy barátok legyetek. Tudtok neki írni, hogy hello, mizu, értetek, és akkor tudjátok, tudtok kommunikálni együtt. Remélem, hogy jó páran fogtok csatlakozni a klánba, és akkor tudjuk együtt csapatni. Ja, még egy dolog, csináltam a TS szerverünkön egy szobát, TeamSpeak 3 ugye, a klánnak, tehát hogyha bemész TS szerverre, ott lesz egy pár szoba, és kb. Középtájon meg fogod találni, lesz egy olyan, hogy Ajon, és lesz egy olyan, hogy Red Army klán, és oda be tudsz jönni, viszont jelszó kell a szobához, hogy oda be tudjál menni. A jelszó az meg, azt onnan fogod megtudni, hogy nyomsz egy G-t, és ide én most be fogom írni, ugye nem videóban nem fogom mutatni, tehát hogyha te játszol, és benne vagy a klánunkba, akkor tudni fogod ezt a jelszót, és be fogsz tudni jönni abba a TS szobába. Rendben van? És, ja, és a TS IP is itt lesz ebbe a leírásba. Ez itt oké? Okay? Majd a lényeg, hogyha benne vagy már a klánba, nyomsz egy G-t, itt lesz a TS IP, és itt lesz a TS szobának a jelszóval, tehát akkor be fogsz tudni jönni. Na, igazából ennyi volt ez a videó. Hogyha bármilyen kérdésetek van, akkor tegyétek fel. Ja, és nagyon gyorsan ezt elmondom, mert biztos, hogy meg fogjátok kérdezni, hogy miért egyes a SWAT, azért mert töröltem, ugye Warrior volt, már tizenvalahányas szint környékén voltam, de úgy gondoltam, hogy törlöm, és inkább csinálok még egyet, mert nem Gladi akartam lenni, mégis inkább Templár, mert azt valahogy én nekem jobban fekszik, tudjátok, én vagyok Keeper the Tank, akkor legyünk már tankok, ugye a szószoros értelmében dolgoknak. Na, jó, igazából akkor ennyi lett volna, remélem, hogy minden érthető volt, hogyha esetleg ne valamit kérdeznétek, akkor kérdezzétek meg a kommentekbe. Jók legyetek, csácsumi!